Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Jelentősen emelkedett az új és a használt ingatlanok ára szabolcs már bereg megyében. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. A szociális munkavilágnapja. A nyíregyházi egészségügyi karon is oktatják őket. Emelkedő árak, többet kell fizetni a megyei ingatlanokért. Elismerés, a nyírerdő ZRT nyugalmazott vezérigazgatója kapott díjat. Múlt héten tartották a Szociális Munka Világnapját. Az ünnepről megemlékeztek a Debreceni Egyetem egészségügyi karán is. Az idei év központi gondolata egy új ökoszociális világ felépítése együtt senkit sem hagyunk hátra. Vendégem dr. Szoboszlai Katalin, egyetemi docens, a Szociális Munka Kutatócsoport helyettes vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Ja, szociális munkát Magyarországon ünnepelnek novemberben, most meg ugye a világnapot ünnepelték. Mi a kettő közt a különbség? A különbség az az, hogy a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete, ami egy globális szervezet, tehát mondjuk úgy, hogy a világ szociális munkásainak nagy ernyőszervezete és szociális munka szervezeteinek nagy ernyőszervezete március hónapot azt a szociális munka hónapjának tekinti, és hogy ebben a hónapban rendszeresen fölhívja a nemzetközi szervezet és a figyelmet olyan globális mértékű problémákra, ami az ökoszociális világot, tehát a természeti és szociális világot érinti. És hát minden évben kitűznek egy napot, ami pedig arról szól, hogy akkor ezen a napon legyen, történjen valami, amire nagyon sokan fölfigyelnek, amire nagyon sokan odafigyelnek, és ehhez ugye van ez a jelmondat, amit az előbb el is hangzott. És hogy ez a nap egyébként március 15-én lett volna, de mint tudjuk, nekünk Magyarországon nemzeti ünnep, ezért a magyarországi csatlakozó szervezetek együttetően úgy döntöttek, hogy akkor ez legyen Magyarországon március 17-én a nemzetközi ünnep, és akkor csatlakozunk a, a szövetség uh, jelmondatához, illetve gondolatvilágához. November, november 12-ig a szociális munkanapja Magyarországon, ez egy uh, állami. Uh, Napja a szociális munkának, ugye a szociális munkaterületein dolgozóknak ez egy munkaszüneti nap, és e, e, hát gyakorlatilag itt, itt fogható meg a különbség, de én ezt mindig igyekszem pozitívan e, kommunikálni, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy nekünk kettő ünnepi napunk is van a szociális munkában itt Magyarországon. Már, csak emiatt is vonzó lehet ez a terület, de mennyire az az egészségügyi karon, hogy oktatják ezt a munkát, mennyire szívesen jelenkeznek hallgatók erre a képzésre? A szociális munkaképzés 1990-től van a Debreceni Egyetem egészségügyi karon, és hát mondjam, a 90-es évtizedben és a 2000 tízig tartó időszakban volt egy nagy felfutása ennek a képzésnek, hiszen ugye a szakma akkor kezdett újjászületni a 90-es évek elején, és hogy egyre inkább bővült, hiszen jött a szociális törvény, abban nagyon sok ellátás került be, a korai gyerekkortól a késő időskorig bezárólag, és ahogyan bővültek a szociális ellátások, és ahogyan növekedett a szociális intézményeknek a száma, nyilván úgy volt szükség munkaerőre is. Tehát volt egy nagy felfutási időszak, de azt látjuk, hogy 2010 után viszont megindult egy, egy, egy csökkenő része, mármint ami így a hallgatói jelentkezéseket, illetve a felvett hallgatói létszámot nézzük. Viszont munkaerőre továbbra is szükség van, tehát a, van egy nagyon-nagyon szerteágazóan és széleskörűen kiépült szociális és gyermekvédelmi rendszer Magyarországon, ami azt gondolom, hogy ad egyfajta biztonságot a létezéshez. Ide viszont szakemberek szükségesek, és ugye azok, akik a 90 es években kezdték, ők lassan mennek már nyugdíjba. Tehát az, van egy generáció, ami éppen kifelé tart a szakmából, van egy közép generáció, amelyik nyilván most a vállán viszi a feladatokat, és nagyon nagy szükség lenne az utánpótlásra, tehát hogy, hogy munka-munkahely nyilván van, Úgyhogy azok, akik szociális munkás képzés, szociális munka alapszakra jelentkeznek, nekik biztosan nem lesz gondjuk az elhelyezkedéssel. Ez mennyire pénzkedés, vagy mennyire nem csak az a nem a egyik legfizetettebb terület a szociális ágazat, bár azért voltak benne lépések, de még így is nem a pénzért csinálják, akik ezzel foglalkoznak. Hogyan lehetnek a vonzóbbá tenni? Csak pénzkérdéshez, vagy más nem, is? Én azt gondolom, hogy nem csak pénzkérdés, de nyilván szükséges. Hiszen hát mégiscsak a megélhetéshez, meg, meg ahhoz, hogy az ember egyfajta egzisztenciális biztonságot tudjon magának, nyilván szüksége van a jövedelemre. Másik pedig, hogy nyilván nagyon fontosak a, a szándékok, a motivációk, a cselekvések. Ugye, hogy most a nagyon közeli eseményekre utaljunk, mert a menekült helyzetben azért a lakosság egy jelentős része segítőkészségről tesz tanúbizonyságot, és nem csak a motivációiban, hanem a cselekvéseiben is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokakban ott van az, hogy segíteni másokon, segíteni azokon, akik rosszabb helyzetben vannak, segíteni azokon, akiknek éppen most van szüksége egy tál ételre, most van szükségre fedélre a fejük fölött, most van szükségük ruhára, vagy iskolára, vagy éppen munkahelyre. Tehát, hogy most tényleg annyian megmozdultak, és olyan sok mindent tettek, ami, ami, azt mutatja, hogy ez a segítő készség, a tenni akarás, a cselekvés az ott van az emberekben. Nyilván, aki mindezt professzionálisan szeretné csinálni, mert hogy most megtapasztalta magából, hogy milyen jó is másokon segíteni, és ő szeretné megtanulni, na, azoknak való a szociális munka képzés, akár alap, akár, akár mesterképzésben, és mi ezekre kínálunk alternatívákat az egészségügyi karon. Ugye ja, nagyon nehéz dolog ez, de mégis milyen területeken, ugye említette, hogy a kisgyerekekkel való foglalatosságtól egészen az idős gondozásig terjed mindezt, gondolom azért Egészen más kisgyerekekkel foglalkozni, mint idősekkel. Bár szokták mondani, hogy a végén, az élete végén az ember megint gyermekké válik. E, igen, persze nyilván e, különböző, e, akár életkor szerint is, illetve hát a különbözőségek nyilván ott vannak a, a megelőzésre váró problémák, illetve a kezelésre váró problémák tekintetében is, és ott is, hogy egyénekről, családokról, csoportokról, vagy éppen közösségekről beszélünk, és hát mindegyik szintjén, mi ezt úgy nevezzük, hogy beavatkozásoknak, vagy a segítő munkának, minden, minden, minden szintjén vannak olyan módszerek és technikák, amivel ezt hát mondjuk úgy professzionálisan, tehát tanult ismeretekkel, tanult, elsajátított készségekkel, módszerekkel, technikákkal és egy értékrend alapján lehet végezni a segítő munkát. A 2022-es motto arról szól, hogy mifelé lehetne a világot vinni. Mik ezek az új elképzelések, vagy új kihívások, amelyeknek a szociális szakmai is szeretne megfelelni? Mi lehet a jövője annak, hogy valóban senki nem maradjon egyedül? Igen, ugye ismerünk olyan globális problémákat, amelyek a Földet érintik. Ilyen például a klímavás, vagy a klímahelyzet, a klímaváltozás. Ilyen a fenntartható fejlődés. Tehát, hogy, hogy, hogy egy olyan ökológiai környezetben éljünk, ami, ami, ami nem szennyez, ami, 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 a, ami az emberek jólétére is gondol, akkor, amikor, nem tudom én, csomagolóanyagokra gondolunk, vagy a víz felhasználására gondolunk, vagy mondjuk egy lakásépítésében gondolunk. Tehát az egyik ilyen globális probléma, az mindenképpen a, a klímahelyzethez kapcsolódik. A másik globális probléma, az pedig a szegénység és a szegénység kezelése. És hogy ebben rengeteg tennivalóban... Úgy a világban, mint az Európai Unióban és Magyarországon is. És hát ugye nyilván ez az államoknak egyébként napi szintű feladatokat is ad, vagy az országoknak is, benne nyilván a szociális munkának is. De hogy újabb kihívások elég nézünk, és most visszacsatolva a menekült helyzetre, ez is egy ilyen kihívás hiszen e, a, nyilván ez a szegénység alakulására is e, befolyásol lesz, és nem éppen a legkedvezőbb módon, és további feladatokat jelent majd e, az országnak, illetve a szociális ellátórendszernek, és benne a szociális munkásoknak is, hogy hogyan tudják e, a szegényeket segíteni egy, e, egy, 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 jobb, e, egy jobb helyzetbe. Arra gondol például, hogyha ma itt a környezetről is szó volt, hogy sok száz évvel ezelőtt mondjuk a falvakban is voltak nagyon szegény emberek, de azért ugye volt, ha volt egy háza, volt egy kis kertje, akkor azért enni tudott valamit, ugye ma már ez nem ennyire természetes, tehát hogyha valaki városon szegényedik el, akkor bizony előbb-utóbb eljut ad oda is, hogy élelemre sem jut pénze. Igen. Igen, és ez már a falun sem annyira természetes, igen. vagy a községekben sem annyira természetes, hiszen ugye a, a, a társadalmi átalakulás az gazdasági értelemben arról is szól, hogy termelőiből fogyasztóvá váltunk. És ez most már tényleg a típustól függetlenül. És persze nagyon jó, hogyha valakinek van konyha kertje vagy háztája. És hogy valamit önellátásra is tud, de azért ja, mégis csak a, a, a létünkhöz szükséges javak egy jelentős részét már fogyasztóként használjuk, vagy érjük el és használjuk föl, és szolgáltatások formájában vásároljuk meg. Na most ehhez nyilván pénzre van szükség. Tehát hogy ezért is nagyon fontos mondjuk a munka és a jövedelem összekapcsolódása, hogy, hogy az emberek mondjuk jelentősebb arányban, mégiscsak munkajövedelemből tudják a létfeltételeket biztosítani, és akkor ugye ide még egy dolog bejön, hogy hogy, hogy nyilván az is fontos, hogy mennyi az a létjövedelem, amiből ezt biztosítani lehet. Hát ezek óriási feladatok, úgyhogy gondolom, hogy nem egy éves feladat, hanem sok éves feladat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor, ha máskor nem, akkor novemberben, a szociális munka Magyar Napján is látjuk önt szívesen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Szociális munka után építőipar megugrott a lakáskerv 2021-ben. szatmár Bereg megyében ugyan 61%-kal csökkent az új lakások száma, a kiadott építési engedélyek száma 45%-kal nőtt. Ezzel együtt nőtt az új lakások négyzetméter ára is. Február végén Nyíregyházán közel 500 ezer forint volt egy négyzetméter ára. Hele Brandeninkó járt utána a témának. Nagyon érdekesen alakult az új lakások piaca, mind országos szinten, mind pedig Szaborszat már bereg megyében. Ha az országos képet nézzük, akkor 2021-ben harmadával kevesebb lakás épült a tavaly évben, mint 2020-ban. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 20 ezer új lakást adtak át, Ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma mind Magyarországon, mind pedig szatmár Bereg megyében növekedést mutat. A megyében 61%-kal csökkent az átadott új lakások száma, a kiadott építési engedélyek száma viszont 45%-kal nőtt. Az ellentmondás abban rejlik, hogy 2020-ban szinte erőn felül teljesített az új lakáspiac, nagyon sok folyamatban lévő építkezést próbáltak befejezni, amiatt a szabály miatt, hogy akkor még nagyon sokan úgy tudták, hogy 2020 év végén jár le az a határidő, aminek, amit követően már csak közel nulla energiaigényű ingatlan kaphat használatba vételi engedélyt, és emiatt nagyon sokan befejezték, vagy előrehozták az építkezés végét. 2020-as évben emiatt országosan több mint 28 ezer új lakás készült el. És ezek az septiben befejezett építkezések hiányoztak az új lakások piacáról 2021-ben, és ugyanez a helyzet szabor szatmár megyében is, hiszen ha megnézzük, hogy hány, hány újépítésű ingatlant adtak át a 2021-ben? Gyakorlatilag azt, elmondható, el, hogy, hogy, 401, 401 új lakóingatlan épült a tavalyi évben, és ez 61%-kal kevesebb, mint 2020-ban. Az építési engedélyek száma viszont 45%-kal nőtt, és 889 darabra emelkedett, ami azért érdekes, mert ez azt mutatja, hogy a következő években felívelő tendenciát mutathat a megyei lakásépítések száma. Ez 2022-re akkor azt vetíti előre, hogy megint fordul fog Egy kicsit az arány. Valószínűleg az, az 5%-os lakásáfa meghozza majd a várt hatást, hiszen ez nagyon nagy mértékben élénkíti a lakásépítéseket a vállalkozói oldalról, tehát a kínálat növekedését okozhatja, ráadásul. Az új lakások amiatt is fókuszba kerülnek a lakásvásárlók szemében, hogy 2021 egy nagyon érdekes év volt, az ingatlan vásárlás lehetősége szempontjából addig ugyanis a folyamatosan emelkedő lakásárakat Köszönöm Köszönöm. és ideértve különösen az új lakások árait, aminek a a drágulását az építőanyagok árobbanása és a munkaerőhiány is folyamatosan ö, fokozta ennek egy ellenszere volt az, hogy az emberek több hitelt vettek föl, ami tulajdonképpen nem okozott akkora nagy tehetételt, hiszen a hitelkamatok 2021. nyaráig folyamatosan csökkentek, és szinte történelmi mélypontra estek, már két 3 os kamatszinttel is lehetett piaci alapon hitelhez jutni. 2021. nyara a koronavírus járvány gazdasági utóhatásai következtében fordulópontot hozott, egyre erősebbek voltak az inflációs félelmek, aminek következtében a jegybank elkezdte emelni a kamatokat, ez pedig a lakáshiteleket is megdrágította, így az, az egy évvel ezelőtti 2-3 százalékos történelmi mélyponthoz képest most már van olyan bank, aki 8 os hitelkamattal kínálja meg a lakás hitelt felvenni szándékozó vásárlókat. Ez egy évvel ezelőtt még személykölcsönnek is drágának számított, most pedig ez a piaci árszint. Az új lakások azért jönnek itt a képbe, mert ott viszont továbbra is elérhető a két és fél százalékos fix kamatozású zöld hitel, emiatt pedig egyre többen dönthetnek úgy, hogy inkább új lakást vásárolnának, hiszen ha a havi kiadásokat nézzük, ezeknek a költsége, hogyha a rezsiköltséget és a havi törlesztőrészetet is figyelembe veszünk, lehet, hogy alacsonyabb összeg, összegű kiadást jelent, mint hogyha valaki egy olcsóbb, de magasabb törlesztő részlet és magasabb rezsív használt lakást vásárolna. Ezért nagyon fontos és előremutató, hogy több év építési engedélyt adnak, adtak ki a megyében, hiszen az árakat csak a kínálat bővülésével lehet megfékezni. Mennyi most egyébként szabolcs berek megyében, vagy itt Nyíregyházán egy új lakás négyzetméter ára? Ez mennyi, hogyan változott itt az elmúlt néhány évben? A megyei új lakás árakat veszük alapul, akkor talán érdemes a megyeszékhelyeket összehasonlítani egymással. Ebből a szempontból Nyíregyházán az átlagos új lakások és házak négy, négyzetméter ára 498 ezer forint volt február végén, ami 15%-os drágulás jelent éves szinten, ez még mindig az egyik legolcsóbb árszintnek felel meg a magyarországi megyeszékhelyek között, és ebből a szempontból a nyíregyházi vásárlók és a megyei új lakásvásárlók, vagy új házat vásárlók abszolút jó helyzetben vannak, hiszen a jövedelmekben nincs akkora különbség, mint amekkora különbség mutatkozik az új lakás árakban. Ez, ezzel érdekes összehasonlítás lehet például a fővárosi új lakáspiac, ahol az új lakások és házak átlagos négyzetméter 2022-ben átlépte az 1 millió forintot. Ez azért érdekes, mert sokan már eddig is szembesülhettek a millió forintos négyzetméter árakkal a fővárosi új lakások terén, de az átlag, ami benne, amiben benne vannak a legolcsóbb és a legdrágább ingatlanok is, még sosem lépte át ezt a lélektani határt. Ehhez képest Szabor Szatmár-Bereg -Bere megye ö, székhelyén felennyér lehet új lakást vásárolni, viszont a fizetések nem fele korák, tehát relatív értelemben jobb helyzetben vannak a megyei lakásvásárlók. Általában a saját célra vásárlók egyre nagyobb számban van, vesznek részt az új lakásvásárlásokban, aminek a, az egyik fő oka a nemrég elindult zöld otthon program. Viszont az is egy jellemző tendencia, hogy a befektetők már egyre kevéssé találják meg a számításaikat a fővárosban, és olyan nagy potenciállal, nagy növekedési lehetőségeket magában rejtő nagyvárosokat vesznek célba, mint amilyen például Nyíregyháza is. Ezért az, aki új, lakás vásárlás, aki új lakás építésébe fog vállalkozóként, biztos lehet abban, hogy lesz vevője a következő években, hiszen itt árérték arányban nagyon jó áron lehet ingatlanokat vásárolni, és ez mind a befektetőknek, mind pedig a saját célra vásárlók számára rengeteg lehetőséget tartogat. Én olvastam egy olyan cikket is, hogy itt a Covid kapcsán nagyon sokan döntöttek úgy, hogy a nagyvárosokból inkább város külterületre vagy vidékre költöznének szívesen. Ezt ti hogy látjátok valóban? Így alakult ez a tendencia? Ez valóban így van, és ami nagyon érdekes, hogy a Covid első hulláma szinte, szinte napra pontosan két éve köszöntött be Magyarországra, és azóta ez a tendencia folyamatosan él és megfigyelhető. Ebben egyébként nem csak a koronavírus járvány okozta keresletváltozás a fő ok. Ugye ez alatt azt értem, hogy amikor jöttek a lezárások, az első karanténok, a második hullám, a harmadik hullám, amikor akár még kiállási korlátozásokat is bevezettek, egyre többen gondolták azt, hogy például egy nagyvárosi társasházi lakás vagy panellakás helyett inkább egy kis kertes házat vásárolnának, és ott töltenék el a szabadidejüket, amit otthon töltenének. Ez pedig megnövelte a keresletet a nagyobb alapterületű kertes ingatlanok iránt, viszont a nagyvárosokban a társasházakhoz hasonlóan ezek már szinte a megfizethetetlenségig drágultak a helyi fizetéseket is figyelembe véve. Ezért egyre többen költöztek az agglomerációs övezetbe, és ez már jóval a koronavírus járvány megjelenése előtt megkezdődött, Szaborszatmárbereg megyében is láttunk ehhez hasonló tendenciákat, hogy Nyíregyházáról inkább a környékbeli településekre költöznek az emberek. Ez élénkíti ezeknek az agglomerációs településeknek az ingatlan piacát, mert lehet, hogy itt jóval nagyobb a drágulási ütem az egyre nagyobb kereslet miatt, viszont jóval alacsonyabbról is indulnak ezek az árak, tehát ez még mindig megfizethető lakásárakat eredményez a kiköltözők számára. Itt óriási különbségek vannak. Tehát um, egyrészt nagyon sok minden függ az ingatlan állapotától, de hogyha csak az árakat hasonlítjuk össze, és nem vagyunk tekintettel az ingatlan minőségére, akkor azt lehet mondani, hogy szabolcs már Bereg megyében is vannak olyan kertes családi házak, igaz, ezek nem a legfelkapottabb településeken találhatók, amik akár 2-3 millió forintért megvásárolhatók. Ezzel szemben, Nyiregyházán ekkora összegnek akár lehet, hogy csak a tízszeresért találunk olyan ingatlant, ahova szívesen beköltöznénk. Ez már olyan mértékű különbséget jelent, ami miatt egyre többen vállalják azt a kompromisszumot, hogy elköltöznek a megyeszékhelyről, és hogyha munkájuk ezt igényli, akkor inkább oda ingázva térnek vissza. Nagy kérdés persze, hogy mit hoz a jövő, hiszen itt az inflációs félelmek, a háborús helyzet nagyon sok döntés befolyásolhat egyéni szinten, és ezeknek az összessége fogja meghatározni azt, hogy milyen mértékben alakul át akár a megyei ingatlan piac is. Életfa emlékplakettet magasrangú kitüntetés lehetett át március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából Kovács Gábor, a Nyírerdő ZRT korábbi, most már nyugalmazott vezérigazgatója, a kitüntetett a vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm Jó, szépen, két, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát gratulálok a díjhoz. Ez egy nagyon hosszú életút, amelyet díjaztak ezzel a emlékplakettel. Kezdjük talán ott, hogy mi az, ami gyerekként arra vezette, hogy az erdészetben töltse el aktív életét. Édesapám szakma beli volt. Amikor születtem, Szeged mellett az Ásadhalmi szakiskolában volt gyakor gyakorlatvezető erdész. Később fölhelyezték a Kárpátaljára, és a 40-es évek első felében ő ott szolgált, mindaddig, amíg a front elől menekülni kellett, előbb a asszonyoknak, gyerekeknek, utána természetesen a férfiaknak is és miután édesanyám hajdúbeszörményé, apám a rövid hadifogsága után a Debreceni Erdőigazgatóságnál kezdett el szolgálni, és így hát én a e, kisgyerekkoromat e, Erdész környezetedben, Erdész környezetben, részben Debrecenben, részben pedig Baktalóránt házán töltöttem, apám ott volt erdőgonnok. A szakma alapjait mondjuk ott gyerekként saját hit adtam el. Ja, abban az időszakban, amikor ön vezette a Nyíreldő ZRT állami vállalatot, melyek voltak azok a kihívások, amelyeknek szakmailag meg kellett felelni, és melyek azok az eredmények, amelyekre leginkább büszke? Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy ez az állami vállalat, amit korábban úgy hívtak, hogy Felső Tiszai Erdő és gazdaság, egyáltalán talpon maradt. A 90-es évek elején, akkor, amikor az alma exportunk bedugult, a Szovjetunió nem tudott már fizetni az almáért, akkor elapadt a ládagyártás, a raklapgyártás, és számos üzemet a környéken, ami az erdőgazdaság kezelésében működött, kénytelenek voltunk bezárni. És egy pici magot e, e, sikerült megtartani minden mellett e, 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 60 ezer hektár, e, már bereg megyei, és Hajdon megyei erdő terület, állami tulajdon erdő terület, a cég kezelésében maradt. És hát megmaradt egy mondjuk 400 fős szűk mag, részben fizikai dolgozók, részben technikusok és mérnökök, akik ennek a területnek a kezelésével voltak elfoglalva a privatizáció után is. A munkásainkat, gépeinket zömmel magántulajdonba adtuk, és ezektől az új tulajdonosoktól vásároltuk a szolgáltatásokat. Ez nagyjából mind a mai napig így működik. Ez egy jó megoldás volt akkoriban, vagy jobb lenne, hogyha azért és saját kezelésében lennének ezek az eszközök például? Én úgy gondolom, hogy jó megoldás volt a ZRT kezelésében megtartani az állami tulajdonú erdőt. Ennek a hatása mind a mai napig jól érezhető. A ZRT kezelésében lévő 61 néhány ezer hektár erdő ez tulajdonképpen a magántulajdonú erdőknek is bizonyos mértékig kezelési mintát ad. Meg, meg egy tulajdonképpen egy kísérleti terület is, amin új technológiákat, új eljárásokat lehet kipróbálni, nem beszélve arról, hogy a természetvédelmi oltalon van a táló erdőknek, amit nem lehet profitábilisan kezelni, a ZRT, mint nem annyira profitorientált szervezet jó kezelője maradhat. Most egy elmúlt 20 esztemben felerősödött egy új igény, a közjóléti erdőkezelés, amire mind Debrecenben, a Hajdúságban, mind Nyíregyháza környékén, szabolcs már bereg megyében másodt is igény van, és úgy gondolom, hogy ezt az igényt a a nyílerdő jól elégíti ki, mint a szerűen. Azt szeretnénk, hogyha a magan erdő is hozzájutna azokhoz a támogatásokhoz, aminek révén becsalják a magántulajdonú erdőbe is a városlakó vagy községlakó e, embereket, egy főleg gyerekeket. Az erdő fenntartásához nyilván nem csak szakértelemre van szükség, hanem például vízre is ugye vízgazdálkodás is egy fontos terület. Mennyire vagyunk ilyen tekintetben rendben, vagy voltunk rendben a megyében, vagy mennyire kell a vízgazdálkodási fejlesztéseket úgy olyan fejjel kitalálni és megvalósítani, hogy az erdőkbe is elég víz? Mennyire probléma a víz, vagy a víz hiány? Igen, az erdő számára a víz probléma. Az idei tavasz jó példa rá, hogy e, tulajdonképpen ősz óta alig-alig volt csapadék, és most az erdészek állami erdőben és magánerdőben is e, kénytelenek száraz, csemet, e, száraz földbe ültetni a csemetét, félő, hogyha ez a csemeten belátható időn belül nem kap e, kellő mennyiségű esőt, úgy, hogy a feltalajt átáztassa, akkor gondban lesz a, erdő vízellátása. Most innen jön az a szükséglet, hogy a nyírségben főleg a gyors lefolyású völgyekben lehetőség szerint vízkormányzással azokat a mélyebb felkvésű részeket céltudatosan el kellene látni vízzel, és ott, ahol a mezőgazdasági termelés Hosszú távon rentábilisan nem megoldható, ott ezzel a kis virszkormányzással, erdővel a terület, ha jól hasznosítható lenne. Ö, nagyon érdekes dolgokat mondott most is, mint hogyha még mindig is vezetné akár a nyírerdőt, vagy valami ilyen szakmabeli lenne. Mennyire tud kikapcsolódni, ugye most már nyugalmazott vezérigazgatója a cégnek, mit foglalkozik most, mivel tölti szabadidejét? Hát, szabadidőm nem, nem régen van, most már van. Uh -huh. Nyugdíjba vonulásom után a Debreceni Egyetemen tanítottam agrármérnök hallgatóknak, meg mérnök hallgatóknak erdészetet. Erdőtelepítést, fásítást, erdőkezelést. Fakereskedelmet például, hogy legyen egy pici rálátás az agrármérnöknek, meg a vadgazda mérnöknek is, hogy mit is csinálnak tulajdonképpen az erdészek. Ezt nagyon szívesen csináltam. Egy idő után észrevettem, hogy a 20 éves hallgató és a 70 felüli erdőmérnök között E, nagy a korkülönbség, nem tudunk e, ugyanúgyan módon megközelíteni dolgokat. Fiatalabb oktatókra van szükség, olyan fiatalokra, akik a srácokhoz, lányokhoz gondolkodásban közelebb vannak. Úgyhogy e, egy idő után befejeztem, 15 évig tanítottam a e, agrármérnök hallgatóknak az erdésztett tudományt. Remélem, hogy valamennyi megmarad belőle, mint ahogy én szívesen, Emlékszem, 80-as évekbeli e, e, TSZ főagronómus némelyik elnök lett kortársaimra, akik az Agrár Egyetemen Debrecenben vagy Mosonmagyaróváron Magyaróváron e, erdészeti képzést kaptak, egy fél évben, kétfél évben. Annyi elég volt nekik ahhoz, hogy rádöbbenjenek, hogy ehhez is érteni kell, és akkor. Megkérdezték az erdőfelügyelő kollégájukat, például engem, hogy hogyan érdemes ehhez a munkához hozzákezdeni, hogy kell a talajelőkészítést elkép, elkészíteni, hogyan kell a, a termőhelyet kiválasztani, hogyan kell a, 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 a csemetét megvásárolni, szállítani, ültetni, és a többi. És annak a tíz évnek, amíg erdőfelügyelő voltam, a legfontosabb eredmény az, hogyha most kimegyek, itt-ott-ott ott, ott látom azokat az erdőket, amit hajdani elgrármérnök kollégáimmal, barátaimmal együtt csináltunk a TSZ-eknek, meg az állami gazdaságoknak. Vezetői jó egészséget kívánok, és még egyszer gratulálunk az állami kitüntetéshez. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm, szerkesztő úr, köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma a 35 perc. Ezzel a műsorral jövő héten, hétfőn várjuk Önöket legközelebb. Addig is viszontlátásra köszönöm figyelmüket.